Ebben a videóban a csillagászat kialakulását és napjainkig történő fejlődését fogjuk górcső alá venni. Ha foglalkoztat benneteket a csillagászat, mint témakör, és érdeklődtök az iránt, hogyan fejlődött az elmúlt évezredekben ez a csodálatos tudományág, mindenképp megéri velem tartanotok az elkövetkező percekben. A csillagászat vagy asztronómia a legrégebb óta ismert természettudomány, hiszen gyökerei az ókorra vezethetők vissza. Az ókor embere kezdetben csak az olyan égitesteket figyelte meg, illetve jegyezte le ebből kifolyólag mozgásukat, melyeket szabad szemmel láthatott, ugyanakkor ezeket vagy istenként tisztelte, vagy pedig a feljebb való jelének tekintette. E megfigyelések helyén sokszor hatalmas objektumokat építettek, amelyeket vallási célzattal használtak, de fel tudták térképezni az egyes évszakok hosszát, illetve naptárakat is készítettek segítségükkel. Ennek legékesebb példája az angliai Salisbury-től, mintegy 13 kilométerre fekvő, Wiltshire megyében található kő és földcsáncokból épített neolitikus építmény, a Stonehenge komplexuma, melyet Krisztus előtt 2500 és 2100 között építettek. Fontos szerepet játszott mindemellett a hajózásban, kereskedelemben, hiszen a vízi közlekedés esetén a nap és holdállását fürkészve tájékozódtak a nyílt tengeren. Az ókori kultúrákban úgy vélték, a csillagok állásából könnyedén kikövetkeztethető az ember jövője, amely természetesen ajtót nyitott az asztrológia felé, ami az emberi elmélkedések egyik útvesztőjeként jelent meg a csillagászat fejlődése során. Tudósok később napvilágra hozták, hogy voltaképp semmi köze nincs a tényleges értelemben vett csillagászati megfigyelésekhez, mégis a mai napig rengeteg követője akad. Az első lényeges áttörést a görög Hipparchos hozta a tudomány fejlődésében, ugyanis bevezette a magnitúdórendszert, mely a csillagok látszólagos fényességét hivatott illusztrálni, illetve lejegyezte a bolygómozgásokat az úgynevezett epiciklusok segítségével. Maga az epiciklus szó egy olyan bolygómozgást jelöl, melyet egy kisebb körpályán mozgó bolygó leír, miközben ennek középpontja egy nagyobb körív mentén mozog. Ennek a szemléletnek a bevezetésére azért volt akkoriban szükség, mert hosszú idők óta ismert tény volt a korembere számára, hogy egyenlőtlen az évszakok változása. Mindemellett a csillagász készítette el a legelső és egyben legpontosabb katalógust, amely 1000-nél is több csillag helyzetét írta le 6 évpercnél nagyobb pontossággal, így osztályozásában a legfényesebb égitestek első, míg a szabad szemmel láthatók pedig hatodrendű besorolást kaptak. A szintén görög Ptolemaios úgy gondolta, hogy a világegyetem középpontja a Föld és a többi égitest körülötte kering, amivel megalkotta a középkor idején is sokáig elfogadott geocentrikus világkép elméletét. A második lényeges csillagászati feljegyzéssor Krisztus előtt 3000-be, Babilónia térségébe visz vissza bennünket. Babilon lakói jól ismerték a nap és a hold járását, és szinte másodperc pontossággal alapították meg ebből kifolyólag egy adott hónap hosszát, sőt leírásaik voltak a napfogyatkozási ciklusok időbeli szabályosságáról is. 7 mozgó égitestet ismertek, melyek a következők voltak: Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz. Ebből kiindulva mindig más égitestnek mutattak be áldozatot, ami alapot adott a napjainkban is használatos 7 napos naptárbeosztásnak, és nevezték el a jelen nyugati nyelvekben az aktuális napokat, például Monday, egyenlő holdnap, vagy Sunday, ami pedig magyar fordításban annyit tesz, nap-nap. A harmadik ókori nép, akik szintén kiváló ismeretekkel rendelkeztek a hold és nap mozgását illető kérdésekben, és a babilóniai népekhez hasonlóan tűpontossággal képesek voltak megállapítani a nap és holdfogyatkozási ciklusok folyamatát, a kínaiak voltak. Ők példának okáért úgy tartották, hogy a napfogyatkozás azért következik be, mert egy sárkány be akarja kapni a napot. Nem csoda hát, hogy időszámításunk előtt 2137-ben, amikor a két udvari csillagász Hi és Hó elfelejtette tájékoztatni a császárt a közelgő eseményről, az uralkodó dühében lefejeztette őket mulasztásuk miatt. A kínaiak a csillagászat mellett tökéletesen ismerték a vízórát, és a szöget 365,1 fokra osztották fel annak megfelelően, hogy a nap egy nap alatt pontosan 1 foknyi utat tett meg az égbolton. Ugyancsak Kínához kötődik a legelső olyan megállapítás is, mely szerint a Föld gömbölyű, az univerzum pedig végtelen. Ez a megfigyelés Chang-heng nevéhez kötődik. Az egyiptomi kultúra képviselői a babiloniakkal és kínaiakkal ellentétben akkora jelentőséget nem tulajdonítottak a csillagászati megfigyeléseknek, azonban egy dolgot mégis profinűztek. Mesteri naptárakat készítettek. Egyiptom esetében a legfontosabb támpont a Nílus áradása volt, amit a kultúra papjai percre pontosan meg tudtak állapítani, hiszen úgy tartották, hogy a folyó áradása egybeesik a Szírius csillag heliákus felkelésével. Ők voltak az elsők, akik függő ongolyókat és bemetszett pálcákat alkalmaztak, hogy szinte tökéletes pontossággal megállapíthassák az égtájakat segítségükkel. Ezt a mérnöki pontosságot tükrözik a Gíza városában magasodó piramisok is. A korai középkorban a csillagászat szinte semmilyen fejlődést nem mutatott fel, aminek köszönhetően az egyház sokkal inkább az imént már említett Ptolemaios, mint sem Arisztarkosz rendszerét fogadta el a világképpel kapcsolatban, azaz szerintük is a nap és a bolygók keringtek a föld körül, s nem fordítva. Ennek a nézetnek a megváltoztatását először Kopernikus javasolta, mely javallatot később Galilei és Kepler is támogatott. Utóbbi tudós támogatását azért vívta ki Kopernikus szemlélete, mert ő volt az első, aki az eddig elfogadott körpályák helyett ellipszis alakú pályákat vélt felfedezni a bolygó mozgások kapcsán, melyeket később meg is fogalmazott az ehhez kapcsolódó törvényeiben. Galilei a másik megemlítésre méltó tudós, aki rengeteg felfedezést tett a csillagászati megfigyelései során. Mivel először ő alkalmazott távcsövet a csillagok feltérképezésére, számos újítása között szerepelt, hogy felfedezte a Jupiter 4 holdját, valamint rájött, hogy a tejútrendszert számos apró csillag alkotja. Nevéhez köthető még a Vénusz fényváltozásainak leírása, a napfoltok feltérképezése, valamint a hold krátereinek felfedezése is. Newton szintén említésre méltó e szempontból, hiszen ő az asztrofizika fejlődéséhez tett hozzá gravitáció törvényével, amelyben kijelentette, hogy az általános tömegvonzás egy kölcsönhatás, amely bármilyen két tömeggel bíró test között fennáll, és a testek tömegközéppontjainak egymás felé ható gyorsulását okozza. Ehhez szükséges egy olyan erő, amelyet az egyik test a másik irányában kialakuló erőhatás következtében kifejt, s amelyet gravitációs erőnek nevezünk. Newton találmánya ebből eredően a teleszkóp is. Később ez a törvény lendítette előre a tudósokat abban, hogy 1781-ben az Uránuszt, 1846-ban az imént említett bolygó rendellenes mozgásaiból kikövetkeztetve a Neptunuszt, majd 1930-ban a Plutót fedezték fel. Az előzőleg megjegyzett bolygót Herschel, a Neptunuszt Galle, utóbbit pedig Tambó ismerte fel. A 19. század végén újabb forradalmi találmány feltalálására került sor, amely nem volt más, mint a spektroszkóp. A műszer hatalmas lökést adott abban, hogy feltárják a csillagok légkörét uraló viszonyokat, valamint tanulmányozni tudják az egyes csillagok színképeit, amelyeknek köszönhetően Hertzsprung és Russell összefüggést vélt felfedezni a csillagok hőmérséklete és abszolút fényessége közt. Vessel 1836-ban trigonometrikus módszerrel sikeresen megmérte egy csillag távolságát, és ráébredt, hogy a naprendszerünk valójában egy 100 milliárd csillagból álló, 100 ezer fényév átmérővel rendelkező rendszernek, a tejútnak a tagja. A 20. század első felében Edwin Hubble ráeszmélt, hogy az égbolttól látható halvány kötfoltok egy része a tejútrendszerünkön kívül eső, úgynevezett extragalaxisok csillagait jelentik, mely felfedezést az 1960-as években még két újabb megfigyeléssel sikerült alátámasztani. Ennek a megállapításnak köszönhetően derült fény arra is, hogy az extragalaxisok egymástól való fokozatos távolodása a 10-20 millió évvel ezelőtt lezajlott ősrobbanás következményeként tudható be. A század második felében egészen pontosan 1957. október 4-én újabb mérföldkő jelent meg a csillagászat történetében, ugyanis a Szovjetunióban felbocsájtották földkörüli pályájára az első műholdat. Ez az esemény mintegy vezényszóra robbanásszerűen előrelendítette az űrkutatás időszakát, hiszen sikerült közetmintákat nyerni a Holdról, a tudósok eljutottak a Vénuszra és Marsra, valamint közeli felvételek birtokába juttattak bennünket a Merkur, Jupiter, Szaturnusz, Neptunusz és Uránusz bolygók kapcsán. A napjaink legforradalmibb vívmánya a rádiócsillagászat. Az eféle csillagmegfigyelés funkciója voltaképp az, hogy rádióhullámokat gyűjt az égi objektumokról, kiértékelve azok távolságát. Habár hasonló módszerrel már az 1930-as években is mértek távolságot, napjainkban a korszerű technológiának köszönhetően sokkal szélesebb körű csillagászati ismereteket tud nyújtani a rádiócsillagászat, mivel az összegyűjtött információkat apertúra szintézis segítségével értékeli ki, miközben fontokká alakítja a kibocsátott rádiófrekvenciás sugarakat. Ezzel a módszerrel találták meg a tejúton kívül eső más objektumokat is, mint például kvazárok, pulzárok, blazárok, neutroncsillagok vagy fekete lyukak. Az asztrofizika, fizikai és csillagászat közös metszeteként a csillagok fizikai tulajdonságait vizsgálja, amelyeknek felismerésére az ezeket jellemző állapothatározók szolgálnak. Ilyen állapothatározók például a csillagok fényessége, színképe, sugara, illetve mágneses tere vagy tömege. A megfigyelésen alapuló csillagászat a rendelkezésére álló információkat legtöbbször a látható fény és az elektromágneses sugárzás tanulmányozásából nyeri. Ezen sugarak egy része a Földről is megfigyelhető, más részük azonban kizárólag az űrből térképezhető fel. Előzőleg említett hullámok vizsgálatára alakult ki a rádiócsillagászat, mely a körülbelül 1 mm-nél nagyobb hullámhosszú elektromágneses sugarakat méri fel. A megfigyeléses csillagászat részegysége még az infravörös, gamma és ultraibolya csillagászat is. Az elsőnek említett csillagászati ágazat az infravörös sugárzás felderítésével foglalkozik, a gamma csillagászat a gamma tartományú sugarakat, míg az ultraibolya ágazat a 10 és 320 nanométer közötti tartományba eső hullámokat vizsgálja. A planetológia egy olyan interdiszciplináris tudományág, mely a csillagászat és földtudomány közös vetületeként alakult ki. Ez a terület a törpebolygókat, a Földet, a műholdakat, üstökösöket, illetve a naprendszerünkön kívül eső egyéb objektumokat tanulmányozza. A galaktikus csillagászat a naprendszert és a lokális csillaghalmazokat vizsgálja szerkezetük és dinamikájuk alapján. Ennek értelmében a lokális csillaghalmaz alatt olyan galaxishalmazt értünk, ami csillagokból, gázhalmazokból és egyéb objektumokból összeálló galaktikus halmaz, amelyet a gravitációs kölcsönhatás tart össze. Ebből kikövetkeztetve a tejútrendszer egy 4 spirális karból álló központi csillaghalmazzal rendelkező galaxis, aminek középpontját a Sagittarius A jellel ellátott szupermasszív fekete lyuk alkotja, aminek tömege 100 000 és 10 milliárd naptömeg közötti értéken van. Összefoglalva tehát a tejút 4 karja következő: Perszeusz kar, Norma, Szignusz kar, Scutum Crux kar, Karina Sagittarius kar. Remélem érdekesnek találtad ezt a videót. Ha igen, ne felejts el lájkot nyomni, illetve feliratkozni csatornámra, hogy mindig első kézből értesülhess a legújabb tartalmakról. Találkozzunk a következő videóban is. Sziasztok!